Rejtélyes igazságok. Műsorvezető Jonathan Frakes. Ma önnek kell megkülönböztetnie az igazságot a mesétől. Öt történetet lát, némelyik igaz, némelyik hamis. Vajon képes megállapítani, melyik alapszik valós eseményeken? Ehhez be kell lépnie egy olyan világba, ahol nincs mindenre észszerű magyarázat, és néhány igazságot rejtélyek öveznek. Megfigyelés! Ez egy tökéletes négyzet. Megforgatom. Egy tökéletes forgó négyzet, de nézzük meg más szögből, lássuk, mi történik. Ha kitakarjuk ennek a forgó négyzetnek egyes részeit, úgy tűnik, mintha pulzálna, mintha kibelélegezne. Persze, ez csak egy illúzió. Ma este arra kérjük önöket, értékeljék, melyik sztori valódi, melyik illúzió. A végén eláruljuk a válaszokat. Addig is óvatosan bánjanak az elhangzottakkal. Győződjenek meg, hogy nem fedünk el semmilyen információt. Amiről esetleg úgy tűnik, hogy létezik, előfordulhat, hogy mesterségesen alkottuk. A blackjackben ön van az osztó ellen. Mindenki addig kapja a lapokat, amíg meg nem közelíti, vagy el nem éri a 21-et. A lényeg, hogy tudni kell megállni. Kér még egy lapot? Mit szól még egy laphoz? És most tart 17-nél. Akar még egy lapot? Dale Blanken egy játékbarlang hivatásos osztója. Tisztában van a játék esélyeivel. Szakértőként azt javasolná, tartsák meg a 17-et, ám Dale világa változóban van. És fogadok, hogy az élete rossz fordulatot vesz. 21. Vizsgáljuk meg egy kártyabarlang tipikus vendégét. Történetünk nem róla szól, de emberek ezreit képviselik, akiket a hivatalos kaszinók taszítottak a kártyabarlangok világába. Mindenféléket, balekokat, élősködőket és olyan embereket, akiknek rejtegetni valójuk van. Ebben a klubban az osztó Dale Blanken, akinek van rejtegetni valója. Valami furcsa dolog történt Dale Blanken asztalánál aznap este. Általában a játszmát, amiben Dale Blanken oszt, a bank nyeri. De ma este valami szokatlan folyik. Mialatt mindenki más vesztett, egy játékos nyerőszériában volt. Egy fiatal baka folyton emelt és játszmát játszma után nyert. A viselkedése azt csugalta, nem számít mi lesz, akkor is nyerni fog. A sereg újra nyert. Jó estét van, kölyök. Mert jó asztalhoz ültem. Blackjack. Ma nem tudok veszíteni. Mindenki veszít a végén. Mi nem, Dale. Mi jó csapat vagyunk. Mi a frászról dumálsz? Larry Schmidté volt a klub, és az ő pénze volt, amit Blanken elveszített. Minden rendben van itt. Igen. Rendben, Larry, minden rendben. A sereg nyerőszériában van. Igyál egyet. Azt hiszem, én itt meg is állok. Igen, képzeld el. Dale tudta, hogy a főnökével nem jó újat húzni, és a baka azt a látszatot keltette, hogy Dale is benne van a buliban, hogy kifosszák a házat. Nem erről beszéltem ebben. Úgy látom, nehéz estéd van. Jól vagyok. Dale Blankennek egy reménye volt. Az, hogy soha többé nem lesz dolga a katonával. Hé, Dale. Fiúság, ezt neked hoztam. Bármi is az, én nem akarom. Ötlepedő. A te részed. Vedd el. Én nem akarom. Mit akarsz elérni?
Megkerested a tiéd? Dél megnézte a katona nevét. Shelto! Milyen játékot űzöl? Te űzöl itt játékot, Dél? Rémlik George és Evelyn Shelto? Kik? Nehéz észben tartani a neveket. Túl sok embert raboltál ki. Sosem raboltam ki senkit. Több száz nyugdíjast forgattál ki az összegyűjtött pénzéből. Elment az eszed? Nem. Nem ment el. George és Evelyn az én szüleim. Visszafizetek. Találkozunk az asztalnál. Dale Blanken a múltban egy telefonos cég ügynöke volt, aki becsapta a nyugdíjasokat. A Baka szülei is közéjük tartoztak. Blanken később visszatért a Blackjack asztalhoz. Későre járt, és nem volt nagy nyüzsgés. De azután egy játékos odasétált és leült. Hé, pajtás! Nem hagyom abban, most nyerésre állok. Takarodj innen! Játsz inkább pókert! Nem akarom, hogy itt legyél! Jó trükk, Dale. De megismétlem. Mindig jól tudtál hazudni, nem igaz? A szüleim is bevették az egész dolgot. Hagyj békén! Hagyjál lógva! Nem lehet. Tovább kell játszanom, megegyeztünk, rémlik? Valami gond adódott? Nem, uram. Nincs semmi gond. Mára befejeztem. Mit keres itt ez a lóvé? Én nem tudom. Egy perccel ezelőtt még nem volt itt. Larry, a katona felültetett engem. És miért tenné ezt? Gőzöm sincs. Hát akarsz verni engem. Nem úszod meg. Értettél? Igen, értem, de én nem verlek át, esküszöm. Akkor nincs miért aggódnod, ugye? Dale egy becses tulajdonnal bírt az autójával, és most ki akarta szellőztetni a fejét. Bruce Shelto, közlegény. Hogy jutott ide be? Ó, anyám. Figyelmeztetlek, Blanken. Engem senki sem verhet át. Nem, Larry. Ez csapda. Oké? A katona a Shelto. Megpróbál belerángatni. Nem, nézd! Itt van a dög cédulája, látod? Szállj ki! Azonnal! Tedd el a pénzt! Nekem nem kell! Megyünk egy körre. Jól van, Larry. Larry, figyelj! Hallgass meg! Larry, hinned kell nekem, öreg. Ez a Shelto mindkettőnket átvert. Csak menj! Én mondom, öreg, mindkettőnket átvert. Dale Blanken aznap este meghalt. Larry Schmidt sohasem találta meg a Bakát. A hadsereg nyilvántartásában is utána nézett. A feljegyzések szerint Bruce Shelto közlegény 25 évvel korábban elesett Vietnámban. Az eset tényleg megtörtént? A Baka hogy jutott be az autóba anélkül, hogy megszólalt volna a riasztó? Talán az autólopás szakértője volt? És hogyan tudott 21-et húzni minden alkalommal? Vagy valamiféle kártyaszisztémát alkalmazott, amit kitiltottak a kaszinóból? Vagy, ahogy a sztori állítja, egy visszatérő szellem volt, aki bosszút állt a szívtelen csalón? Tényeken alapuló történetet hallottak? Vagy cinkelt lapokkal játszunk? A sztori tényeken alapul, vagy koholmány, eláruljuk a műsor végén. Most következzen egy taxisofőr, akinek fuvarja egy gyilkos. Mennyi borra való jár a szolgáltatásokért? Egy étteremben az ember 10%-ot ad. De mi van, ha a kiszolgálás jó volt, de az étel rossz, vagy fordítva? Akkor mennyit hagyunk ott, ha valamit is? De nem csak a pincérek élnek a borra valóból, ugyanez igaz a hordárokra, a küldöncökre, és persze a taxisofőrökre is.
Floyd Cummings mostanában szintén a borravalótól függ, ami nem jön gyorsan és nagy összegben. De találkozója van a megmagyarázhatatlannal, és jobb, ha siet, mert a taxióra ketyeg. Hetente háromszor taxizom, hogy fizetni tudjam a tandíjat. Amikor pangoz üzlet, pótolom a lemaradást. Az egyik, amit megtanultam a taxizás alatt. Hogyan lehet vezetni és olvasni egyszerre? Nem dől elé, dajat miatt elvállaltam. A legtöbben jó borra valót adnak, de akad olyan is, aki annyit ad, amennyi a taxi óránál. $10. És ez itt $10. Semmit, smucig! Ezért szerkesztettem meg a sértegetőt, hogy bosszút álljak a világ zsugoriain. De nem érdekes, mennyire rossz napom volt. Mindig számíthattam arra, hogy felvidít a barátnőm Sally. Szia! Egy tripla zsírszegény latte. Te vagy a legjobb. Hé, ez meg mi? Semmiatt, aranc felvarrásra gyűjt. Hihetetlen vagy, Floyd. Mi van? Ó, ugyan már, Sally. Mi baj? Senki nem érdemli meg azt, hogy sértegessék. És az, hogy nem adnak jattot? Talán az nem sértés? Mindenkinek. Most telefonáltak a rendőrségről. Azt akarják, hogy figyeljünk egy 40-es fehér öltönyös férfira. Úgy gondolják, taxival menekülhet. Kivételesen veszélyes. Figyelj, én azt mondom, hogy nem tudhatsz semmit azokról, akik beszállnak. Lehet, hogy kirúgták őket, vagy elhagyta őket a nejük. Szép napot, uram! Látod, ez olyan nehéz. Borra valót adni sem olyan nehéz. Szent Kristóf, ő az utazók védőszentje. Megvéd téged mindentől. Kivéve talán a hozzáállásodtól. És helyette bevetnem a Szent Kristóf mellett. De akkor nem lenne meg az az örömöm, ahogy láttam az arcukat, amikor leesik a tantusz. Na, ez a fickó legalább öltönyt visel. Talán akad költeni való pénzen. Remélem, nem kell használnom a sértegetőt rajta. Furán néz ki. Üdv, hová vigyem? Elég hosszú utazásra sikerült. 12.60 lesz, uram. Parancsoljon. 13 dolcsi, az 40 cent borra való. Oké, sértegető, tedd a dolgod. Olyan zsugori, hogy még egy bókot is sajnálna. Ez nem esett túl jól. A fickót bántotta valami. És ez az öltöny legalább 20 éves már. Lehet, hogy Sallynek igaza van. Nem akarok veszekedni. Ahogy én sem. Megszabadulok tőle. De nem a géptől kellene megszabadulnod. Tudom, hogy értette. Amitől meg kellett volna szabadulnom, az a szarkazmus volt. Sallynek mindig igaza van. Westside Drive 210. Semmi gond. Mi ez?
Nem érek rá egész nap. Megesküdtem volna rá, hogy a kesztyűtartóba tettem. A Bertrand fősulira jár? Igen, honnan tudja? A sapkája. Igen, politológiát tanulok. Inkább vezetés kellene. Igen, nekem és mindenkinek az utakon. Tudja, a vezetés akár az élet. Rádohatsz mást, amikor rosszul alakul. Vagy koncentrálhatsz arra, hogy te magad helyesen indult. Öcsém. Mondott valamit? Azt, hogy itt vagyunk. Ez 26 dollár lesz. Alig vártam, hogy lássam, mennyi jattot ad a filozófus. Gondolhattam volna, annyit, amennyit az óra mutatott. Valami baj van? Nem adtam eleget? Jaj, nem, uram. Pontosan annyit adott, amennyi ott áll. Rendben. Utálok becsapni másokat. Ennyi volt. A fickó megérdemelt egy sértést. Öröm volt önt fuvarozni. Szép napot kívánok. Milyen kedves. Tudja, néhány jó szó hasznára válik ennek az űrzavaros világnak. Süssön önre a nap. Azóta üldözzük a fickót, mióta megszökött a börtönből néhány hete. Már sok embert megölt. Szerencsés ember. Mondhatni. Vagy több volt puszta szerencsénél? Ennek a magyarázata, miért kezdett a gép hirtelen bókokat mondani, és pont a legjobbkor? Floyd barátnője állította át? Vagy talán Sally Szent Kristóf érme volt az, ami megvédte őt és kezelte a helyzetet? Ne feledjék, amikor döntenek, hogy igaz-e vagy koholmány, magukra maradnak, mert nem kapnak tippet tőlünk. Igaz vagy hamis, ezúttal is kiderül majd. Következzék a cukrász, aki megtanulja a tökéletes gyilkosság receptjét. Édes szájúak? Úgy mennek el a kirakat előtt, hogy azon gondolkodnak, milyen finomságok vannak odabent? A torta nem csak egy desszert a vacsora végén. A torta az ünnep, a család a barátság szimbóluma. Dom de Santos első osztályú cukrász. A torta a specialitása. Számára minden ügyfele fontos. De Dom de Santosnak megbízást adott a főnöke, és olyannak kell sütnie, akit nem kedvel. És mielőtt a torta kikerülne a sütőből, Domnak el kell döntenie, állja-e a sarat, vagy végleg otthagyja a konyhát. A Duncan cukrászdában dolgozom 15 éve. Nagy büszkeséggel végeztem a munkámat. Csodálatos hely volt, alig néhány utcányira a lakásomtól. Hé, Dominik! A kedvenc cukrászom, milyen a zsemle? De minden megváltozott, mióta a tulaj az idősebb Martin Duncan hirtelen elhunyt szívrohamban, és a fia Martin vette át a családi vállalkozást. Adj pár percet, Tina, van egy kis megbeszélni valomdommal. Egyél egy sütit. Nem akarok, Martin. Tudod, hogy vigyázok az alakomra. Ahogy akarod. Várj a kocsiban. Sosem kedveltem az ifjabb Martint. Nem ismertem olyat, aki kedvelte volna. Ami engem illetett, csak egy bunkó volt sejemöltönyben, aki mindenkivel kutyául bánik. Sértés volt az apja emlékére nézve. Ez aztán a finom kenyér, Dominik. De ne kérj fizetésemelést. Nem kérek én semmit sem. Ezt szeretem benned. Tudod, hol a helyed? Süss nekem valami különlegeset. Rendezek egy bulit holnap Ogi Bennettnek. Tudod, kicsoda ő? Igen, ő egy nagy ágyú. Ez jó, nagy ágyú. Ogi Bennett egész véletlenül a leghatalmasabb ember a keleti parton. Ő a barátom. Kisegítjük egymást. Értetted? A maga dolga. Jó hozzáállás. Életben tart. Nézd, kell egy torta. Azt akarom, hogy mesterművet alkoss.
Mekkorát? Elég legyen 100 embernek. Szülinapja van? Nem. Nincs szülinapja. Ez egy magán dolog. Én elintéztem neki valamit, és megünnepeljük most. Csak kezd sütni. Meglegyen holnap reggelre. Oké. Igen, bunkó volt, szent igaz. De adott egy feladatot, és nekem el kellett végeznem. Arra gondoltam, ha van ember, akit még kevésbé kedvelek az ifjabbik Martinnál, az a fickó, akinek sütöttem, Ogi Bennett. A környéken lakó embereket rossz hírbe hozta. De ez volt a munkám, és be kellett gyújtanom a sütőt. Már éppen vissza akartam menni, amikor meghallottam azt a fura hangot. Úgy gondoltam, csak a fém tágul a hő miatt. Mégis ezelőtt még sosem hallottam ilyen hangot. Finom. Nem bírtam kiverni a fejemből az ifjabbik Martin szavait. Miféle szívességet tett Ogi Bennettnek? Úgy beszélt róla, mintha megölt volna valakit. Bele sem mertem gondolni. Tudtam, mit kell tennem, úgyhogy megtettem. Szóval miért rángattál ide? Miért nem telefonon mondtad el, mi van? Nem sütetem meg a tortát. Mi a frászról, dumász? Miért nem? Láttam az ördög arcát a sütőben. Micsoda? Az ördög arcát a sütőben? Tényleg? Valóban? És mit keresett ott? Nem elég tűzös a pokol? Visszamész oda és befejezed azonnal, vagy kirúglak! Nem tehetem meg, valami rossz van a sütőben. Takarodj innen, és ne is gyere vissza! Megsütöm a francos tortát magam! Nem nagy szám. Hazamentem, és elmeséltem a feleségemnek, Szonyának, hogy mi történt. Az ördög arca a sütőben. Ez figyelmeztetés, ez az? Fogalmam sincs, hogy mi az, csak azt tudom, hogy nem dolgozhatok neki többé. Semmi baj, Dom. Drágám, te remek cukrász vagy. Szerzel másik állást. Gyere ide. Dom, szerintem tudom, mit tett Martin Mr. Bennettel. Honnan tudott, Nád Szonya? Mert pont itt áll a címoldalon. Nézd. A gangsterfőnök Jake Phillips-et autójával együtt felrobbantották. A Bennett bandát gyanúsítják a tettel. Ő az. Ez az az arc, amit a sütőben láttam. Halló? Igen, pont itt van. Hogyan? Dom, Connie az. Azt mondja, füstöl ki a cukrászdából. Mennem kell. Dom, légy óvatos! Már elindult. Az utolsó, aki a cukrászdában maradt, az ifjabbik Martin volt. Gondoltam, odaégett a tortát. Ó, anyám! Martin! Oda bent a torta helyett az ifjabbik Martin Duncan sült. A bizonyítékok fényderítettek arra, hogy Martin Duncan valóban megölte a gangster főnök Jake Phillips-et.
az ifjabbik Martin halála klasszikus példája lett volna a megtorlásnak. De akkor hogy lehet, hogy Dom azt a képet látta a sütőben? Optikai illúzió? Avagy egy erőszakos bűnöző állt így bosszút azon, aki a tűzhalálba küldte őt? Ez a történet tartalmazza az igazság receptjét? Vagy inkább puszta sületlenség? Igaz volt vagy hamis, kiderül a műsor végén. Most következik egy fiatal tolvaj, aki szerencse medáljától várja a menekülést. Nincs is több annyira felelősségteljes pozíció, mint a bíróké. Ez a munka Salamon bölcsességét, Jobb türelmét és Mark Twain józan eszét igényli. Nem csoda hát, hogy a bírák, akiket úgy csodálunk, a könyörület és a szigorúság egyvelegei. Troy Crane most néz szembe Waters bíróval. Troynak még sohasem akadt dolga a törvénnyel. Waters bírónak sem volt még ehhez hasonló ügye. Az ítélet önökre vár. És most álljanak fel, kérem, mert a rejtélyes igazságok bírósága összeül. Troy Crane a helyi gimnázium végzőse volt a Montanai Butte-ban. Jól kijött a többiekkel, de mostanában rossz szokást vett fel. Amikor meglátott valamit, ami megtetszett neki, egyszerűen elvette. Troy úgy érezte, bármit megúszhat, amíg vele van a szerencse amuletje, de tévedett. Az ő! Az ő! Ez a kis bankrabolt, aki a boltomat. Mi a fenéről dumál? Nem csináltam semmit! Betörted a kirakatot és elemeltél egy aranyórát belőle. Épp azt ott, ami a csuklódon van. Őrült vén ember! Ó, tényleg? Bezárnak a dutyiba hosszú időre, kis punk. Mondja maga! Igen, mondom én! Troy a tárgyalásra két dolgot vitt. A szerencse amuletjét az inge alatt, és édesanyját, aki kiskora óta egyedül nevelte őt. Jól vagy, anya? Ez valami tévedés. Nem történhetett meg. Tudom. Álljanak fel! Édesanyja hitt Troynak, mert ez volt az első alkalom, hogy bajba keveredett. Üljenek le! Mr. Troy Crane, magát rablással és garázdasággal vádolják. Nagyon súlyos bűncselekmények ezek, fiatalember. Bíró úr, beszélhetek, kérem? Az anyja vagyok. Hallgatom, hölgyem. Ez szabályos? Csak azt akarom mondani, hogy Troy az egyetlen fiam. Tisztességben nevelem őt. Biztosan ellenőrizték, és láthatták, hogy nincs Priusza. Így igaz, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a vádat. Én tudom, és elnézést kérek, bíró úr, a fiam viselkedésért. Ez az első alkalom, hogy valami ilyesmit tett, és újra nem követi el. Esküszöm. Bár osztozhatnék a bizalmában, Mrs. Crane. Van még valami, bíró úr. Tudom, nehéz elhinni, de az óra, amit ellopott, az valójában az övé. Anya, miket beszélsz? Csendet a teremben! Magyarázz el. Nem szóltam a fiamnak, de meg akartam lepni a 18. születésnapján. Sosem volt órája. Részletfizetéssel megvettem neki az utóbbi 8 hónapban. Szólhattam volna neki. Megmutatta nekem az órát, amikor együtt voltunk a plázában. Ezen a hétvégén akartam elhozni. Szóval látja, csak a saját óráját vette el. Ha most az igazat állítja, Mrs. Crane, az drámai hatással lehet erre az ügyre. Ez mind igaz, uram. Bármit megtennék, hogy a fiam ne kerüljön börtönbe, de nem hazudnék. Az ékszerész beleegyezett, hogy nem jelenti fel, ha kifizetjük a kirakatot, amit betört. Persze, hogy ezt megteszem. Kérem, uram, hadd vigyem haza a fiamat. Maga egy nagyon szerencsés fiatalember, hogy ilyen édesanyja van. Tudom, bíró úr.
Szerencsés vagyok. Ha nem lenne az édesanyja önfeláldozása, és nem szeretné magát ennyire, biztos, hogy börtönbüntetés várna magára. Tudom, bíró úr, hibát követtem el. Sajnálom, többé nem teszek ilyet. Én hajlandó vagyok ezt a vádalkot most elfogadni. Köszönöm. Köszönöm, Isten áldja. Troy úgy érezte, hála anyja megindító beszédének, és persze a szerencse amulettjének megúszta a dolgot. Mi folyik itt? Mi az ott a padlón? Semmi, bíró úr, az én szerencsemet állom. Izzad a tenyerem, nem bírom megfogni. Törvényszolga, adja ide! Ami ezután történt, azt a bíróság sohasem felejtette el. Egy erős láncnak nincsen gyenge szeme. Mi is így kapcsolódunk össze örökre. De mi folyik itt? Ezt az aranymedált én tőlem kapta a feleségem. 2 héttel ezelőtt tépte le a nyakáról egy fiatal támadó, akinek a személy leírása illik önre. Brutális támadás volt. A karcolások még mindig látszanak a nyakán. Nem én csináltam! Szerintem igen. És szerintem félrevezetett mindenkit a teremben, főleg az anyját. Lépjenek közelebb. Remek. Mivel többé én már nem vagyok pártatlan ebben az ügyben, engem le kell váltaniuk, mint bírót. Habár, Mr. Clark, feljelentem a fiatal embert testi sértésért és rablásért. Törvényszolga, vigyel! Nem, nem én voltam, öreg! Miután Daniel Waters bíró felesége azonosította, Troy Crane-t bűnösnek találták a testi sértés és a rablás vádjában. Most a fiatalkorúak börtönében tölti a büntetését. Édesanyja minden héten meglátogatja. Mi történhetett itt? Mivel magyarázzuk, hogy a láncpont számára legrosszabbkor szakadt el? Véletlen egybeesés? Vagy a sors billentette helyre az igazságot? A végén megbüntettek egy tolvajt, mert a lánca elszakadt, amikor nem várta. A sztori megtörtént eseményen alapul, vagy az orránál fogva vezetjük. A lánc elszakadt, az igazság kiderül a műsor végén. Most következik egy gyönyörű nő, aki egy átok révén megcsúnyult. Gyakran halljuk a mondást, hogy csak a belső szépség számít, és egyáltalán nincs csúnya nő. Mégis a szépségipar 100 milliárdos üzlet évente. Minden nap bombáznak minket krémek, púderek, rúzsok, testápolók reklámjaival a szépség nevében. Jocelyn Marshall is büszke volt a küllemére. Nem volt annyira beképzelt, amennyire elhasznált. De a dolgok rosszul alakulnak. Mint sok 30 éves, ő is úgy érezte, megcsúnyul. A házába hívott egy híres plasztikai sebészt, hogy átszabassa az arcát. Azokban a napokban annyira szégyelte a külsejét, hogy vastag sminkréteget használt. De egy orvos felfedte a borzasztó igazságot. Plasztikai sebészként nem gyakran járok el a páciensek otthonába. De Jocelyn Marshall annyira elkeseredett volt a telefonba, hogy kivételt tettem. Azt mondta, nem hagyja el a házat, amíg nem csinálok valamit az arcával. Nem tudtam, mit várhatok. A szoba szépen berendezett volt, tele fotókkal egy csinos nőről, akiről úgy véltem, Jocelyn lehet. De vajon most milyen az arca? És miért ül a sötétben? Ez maga? Csak voltam. De az a személy többé nem létezik. Mi történt? Balesete volt? Nem, nem baleset volt. Szándékosan tették ezt velem. Üdv!
Különleges alkalomnak ígérkezett. Oh. Szóval kértem időpontot egy Nicole nevű sminkestől. Mindenki róla áradozott. Hello, két kezelést ajánlok. Van a teljes átalakítás $500, igen? És a ragyogás erősítő kúra $100. Hát nekem nincs szükségem átalakításra. Próbáljuk a $100-osat. Tegyen engem még ragyogóbbá, kérem. Amit csak akar. Szóval, mi az alkalom? A pasi meg akarja kérni a kezemet délután. Micsoda mázlista. Ó, igen, az. Találtam valakit, aki azért szeret, aki vagyok, és nem a szépségemért. Biztos nehéz lehetett. A kinézetem hátrányommá vált. Amíg nem találkoztam Ronnal, nem értékelt engem senki. Oké, na most befejezem a szemét, csukja be. Ne mázolja be. Nem fogom. A szemem az egyik szexepilem. A szem a lélek tükre. Tényleg? Nekem az egész arcom a lelkemet tükrözi. Talán igaza van. Most pihenjen, amíg megszárad az alapozó. Nem kéred csésze teát, gyógyteát? Nem, semmit. Nem akarom elkenni. Jól van. Na, Csipke Rózsika, készen áll, hogy találkozon a szőke herceggel? Ó, hihetetlen, hogy ennyi ideje itt vagyok. Ó, Istenem, mit csinált velem? Ez borzasztó! Dehogy! Ön fantasztikus, ön csodálatos! Szórakozik! Jobban néztem ki előtte! Oké, nyugalom. Újra megcsinálom. Olyan lesz az arca, amire csak akarja. Felejtse el! Nincs rá több időm, hogy helyrehozza, amit elbaltázott itt nekem. Hagyja békén! Elnézést, de még senki nem panaszkodott rám. Lehet, hogy a rondákat képes megszépíteni. De én ezt nem hagyom annyiban. Elmondom mindenkinek, hogy maga milyen tehetségtelen. Többi nem lesz vendége. Maga egy hiú és ostoba nőszemély. Fizessen is takarodjon! Mi? Megőrült? Maga egy pityinget sem kap tőlem. Sőt, hogyha valamit is elrontott az arcomon, egy ügyvéddel térek vissza, és elperelem a helyet. Hogy mer fenyegetni a saját üzletemben maga? Sekélyes és önelégült, megátkozom! Megátkozom, hogy az arca a lelkét tükrözze. Talán allergiás a sminkre, amit a lány használt. Nem, doktor. Hazajöttem, és lemostam magamról mindent. És én festettem ki magam. Mire Ron megérkezett, újra gyönyörű voltam. Jocelyn, gondolkoztam az esküvőről. Akárcsak én. Most néztem át néhány európai magazint, és olyan akarok lenni, mint a címlapfotók. Én le akarom fújni. Te meg miről beszélsz? Az van, hogy feltűnt néhány apróság, amit sosem vettem észre. Megváltoztál. Biztosan akkor kezdett fogni az átok. Nézd a szemembe, és mondd, hogy nem szeretsz többé. Nem megy. Nem tehetem. Egy erős sokkot kaptam. Nem hittem, hogy valami így elromolhat. Aznap este, miután Ron elment, belenéztem a tükörbe. Amikor először láttam meg az arcomat a szalomban, úgy láttam, nem valami vonzó. De mostanra groteszkül megcsúnyult. Nem csoda, hogy Ron elhagyott. Életemben először hittem az átkokban. Undorítóan néztem ki. Nicole szalonját hívta. Most éppen nyaralok. Csak pár hét múlva érkezem. Hagyjon üzenetet a sípszó után. Nem. Nem zárhat be. Nem. Jocelyn Marshall vagyok. Nézze, én is sajnálom a borzasztó dolgokat, amiket mondtam, de Nicole, oldozom fel az átok alól. Kérem, segítenie kell, nem élhetek ilyen arccal. Kérem.
Kérem! Teltek, múltak a hetek. Nicole nem jelentkezett. Az arcomat tönkretette. Kipróbáltam minden kencét, de semmi nem használt. Jocelyn, a plasztikázás megoldás lehet. Megnézhetném az arcát? Igen, kérem. Maga az utolsó reménye. Én sajnálom, de úgy látom, hogy nem tehetek semmit magával. Borzasztó vagyok. Miért nem segít nekem? Az ön esetében attól tartok, a plasztikázás nem megoldás. Mit gondolnak, mi történt? Jocelyn tényleg megátkozta egy kozmetikus? Az arca mindig csinos volt. Miért látta akkor a tükörképét csúnyának? Csupán Jocelyn képzelete hitette el vele, hogy az arca förtelmes? Vagy valahogy belelátott a saját lelkébe, és látta az ocsmányságot? Önök szerint ez a történet magán viseli az igazság állarcát, vagy csak mi kutyultunk egy izgalmas krémet? Amint folytatjuk a rejtélyes igazságokat, eláruljuk azt is, melyik történet volt igaz, és melyik nem. Ideje visszanéznünk a történeteket, és elárulnunk, melyek igaziak, és melyek koholmányok. Mit gondolnak a Blackjack osztóról és bűnözői múltjáról? Megtörtént eseményeken alapul? Milyen játékot űzöl? Te űzöl egy játékot, Dale. Rémlik George és Evelyn Shelton. Kik? Nehéz észben tartani a neveket. Túl sok embert raboltál ki. Sosem raboltam ki senkit. Több száz nyugdíjast forgatták ki az összegyűjtött pénzéből. Ha úgy vélik, ez a sztori a fiú bosszújáról igaz, csalódni fognak. Koholmány. És mi van azzal a taxisofőrrel, aki sértegetni akarta utasát, csak hogy a sors közbelépett? Igaz vagy hamis? Egy tripla zsírszegény látta. Te vagy a legjobb. Hé, hey, az meg mi? Semmiatt, a ráncfelvarrásra gyűjt. Ha azt hiszik, ez megtörtént eseményen alapul, megvezettük magukat. Ez abszolút egy kitaláció. Mi a helyzet a cukrásszal és a halálos tortával? Erről mit gondol? Az ördög arcát a sütőben, tényleg? Valóban? És mit keresett ott? Nem elég tüzes a pokol? Visszamész oda és befejezed azonnal, vagy kirúglak! Nem tehetem meg, valami rossz van a sütőben. Mit mutatnak erről a kutatások? Megtörtént? Igen, így van. Hasonló esemény fordult elő Chicagóban. És a Pitti bűnöző sztoria, aki titkolt a sötét múltját a bíróság elől. Milyen ítéletet hoztak? Mi folyik itt? Mi az ott a padlón? Ha úgy gondolják, ez csupán íróink agyszüleménye, igazuk van, nem történt meg. Vessünk egy pillantást a hiúasszonyra, akinek egy átok tönkretette az életét. Tény vagy fikció? Én sajnálom, de úgy látom, hogy nem tehetek semmit magával. Ez a története a meggyötört léleknek valós eseményeken alapul, Floridában esett meg egyszer. Pontosan működött a radarjuk? Ki tudták szűrni az igazság jeleit? Vagy a hazugság álcázása becsapta önöket? Egy dolog biztos, az igazság utáni kutatásban megtalálták a válaszokat a rejtélyes igazságokban. Viszontlátásra! A torta és az igazság tükre történetéhez az író Robert Railins kutatásait használtuk fel. A rejtélyes igazságokat látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Maradjanak velünk, mert már is kezdődik az Emberi Történetek meghökkentő ikrek című epizódja.